Állnak a falak, elkészült az ácsolat, néhol már cserép is van rajta, és hamarosan kezdődhetnek a belső munkálatok is. Jól halad a református templom építése az avasi lakótelepen. A hídgyülekezet épülete várhatóan decemberre elkészül. A tetőszerkezet kész van, rajta van az épületen, és most már a cserepek is nagyobb részt. A tető további cserepezése a jövő hét végére befejeződik, és ezután, ha csapadékosra fordul az időjárás, már az sem hátráltatja az építkezést. A Szemere szakgimnázium melletti területen egyre látványosabb az új templom épülete. Jelenleg az állványokról tisztítják a téglaburkolatot, ha a belső gépészeti munkák és a burkolások még hátra vannak. A belső épület részekben az előkészítés folyik a végső burkolásokhoz, lezárásokhoz, helyiségek lezárásához, vakoláshoz, aztán a burkoláshoz, és hát ugye a fűtéshez, a vízellátáshoz és az egyéb ilyen épületgépészeti feladatokhoz el kell helyezni, vagy például a szellőztetéshez el kell helyezni ezeket a csöveket, berendezéseket. A csak nem 800 négyzetméteres épületben templom belsőt, kiszolgáló helyiségeket, lelkészlakást és közösségi termeket is kialakítanak. A templom építésének gondolata több mint 10 évvel ezelőtt merült fel. 2016 végén pedig a református egyházkerület támogatást kapott, hogy az avasdéli gyülekezet számára felépítsék Istenházát. 10 évet vártunk, mire ez az egész történet kikerekedhetett odáig, hogy elkezdhettünk tényleg komolyan tervezni és álmodni arról, hogy ez egyszer meg is fog valósulni, és hogy a mögöttünk látható képek azt mutatják, hála Istennek, és hogyha ő is akarja, akkor ez év december 31-ére be is fejeződik ez a kivitelezés. Az új templom csaknem 500 millió forintból épül fel az Avason, az Európa-ligetben.